Két remek kezdeményezésre hívta fel a figyelmet a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány, illetve a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezete. Az erről szóló, a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Irodájában megtartott szerda délutáni sajtótájékoztatón Petrás Gábor, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára elmondta, hogy 2017-ben, amikor a DLS két defibrillátort vásárolt a Karissa Kupa alkalmával a városnak, akkor döntöttek úgy, hogy megcsinálják az életmentő készülékek térképét, hogy mindenki tisztában lehessen azzal, hol is vannak ezek a készülékek Dunaújvárosban. Egy hónapos utánajárás után láttuk, hogy már 17 helyen van készülék, összesen 21 darab életmentő készülék található Dunaújvárosban, és ennek a vizuál táblának az elkészítésében nagyon sok partnerünk mellénk állt, többek között a Farkas Zoli, M-Print, Makai Gábor, és kértük az önkormányzat vezetését, hogy engedélyezze nekünk a postálé ennek a nagy információs táblának a kihelyezését, aminek az lenne a célja, hogy minél többen lássák, hogy hol vannak ezek az életmentő készülékek, és hogyha baj van, akkor el tudják érni. Vannak olyan intézmények és szervezetek, ahol nyitvatartási időben lehet elérni ezeket a készülékeket, de valahol, ahol 24 órában készülék rendelkezésre áll, hogyha esetleg baleset van, és ezt szeretnénk a városlakóknak tájékoztatás céljából felállítani ezt a táblát. Fett Katalin, a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezetének területi vezetője elmondta, az egyik legfontosabb feladatuk az elsősegély oktatása és vizsgáztatása, ezért mindenképpen kötelességüknek érezték, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez. Kis Miklós, a helyi mentőállomás vezetője szerint óriási segítséget jelenthet számukra az, ha minél többen csatlakoznak a Save City alkalmazáshoz, mert így egy hozzáértő kezdheti meg a bajba jutott újraélesztését, komolyan növelve ezzel a túlélés esélyét addig, míg a mentők a helyszínre érkeznek.